az a tradíció, amit az egyetem képvisel, és amit az egyetem épületén így látunk minden nap, én úgy érzem, hogy a művészeti munkásságom, ami engem másodiktól kezdve érdekel itt az egyetemen, az leginkább ezzel a témával foglalkozik, magával az akadémiai oktatással, illetve ennek az intézményrendszerével. Számomra nagyon fontos az, hogy van egy elképzelésem arról, hogy mondjuk mi az a szépség, amit mi mondjuk a művészeti oktatáshoz párosítunk, és hogy ennek milyen intézményi keretei vannak, amik néha nem férnek össze. És ez a feszültség az, ami számomra nagyon fontos. Szóval abban a pozícióban, amiben én vagyok itt festőszakon, azon tudok gondolkodni, hogy most akkor én abban az oktatásban, amiben itt részt veszek, mondjuk így Közép-Kelet-Európában, az így mit jelent, és hogy mondjuk mit kell megőrizni az egyetemnek a múltjából. És itt az egyetemnek a múltja és a történelme, ami összefonódik ugye a Mintarajziskola indulása, illetve hogy mi lett belőle mára, és hogy hogyan próbál meg mondjuk ebből a státuszból mondjuk egy, nem tudom, Közép-Kelet-Európa vagy egy kelet-európai irányba, illetve hogy most mennyire akarunk egy ilyen nyugat-európai oktatási mintát felvenni, ez mindig ilyen ellentmondásos volt például tavaly is, mikor a KKK-kat újra kellett szervezni, és akkor én hallgatói önkormányzat tagként próbáltunk ebbe úgymond beleszólni, több-kevesebb sikerrel, de akkor láttuk, hogy ez így például nem fog működni, mert a hallgatók mondjuk az oktatásban nem nagyon tudtak akkor beleszólni. És én úgy gondolom, hogy a munkáim is kicsit így arról szólnak, hogy van ez az egyetemi szituáció, ami mondjuk így az intézménynek így az épülete, meg így a terei, és hogyha mondjuk úgy mondom, minden jól működne ezen az egyetemen, akkor én nekem így nem lenne témám. De most igazából 2 éve kifejezetten az intézménynek a működése, és illetve arra felhívni a figyelmet, ami így jelen van, és például ennél a munkánál is, amit én 2 évvel ezelőtt csináltam, az volt számomra fontos, hogy minden évben van ez az évvégi kiállítás az egyetemen, amikor a műtermekből elpakoljuk a lomokat, és akkor az egész átformálódik egy kiállító térré. De ugye ugyanúgy a padló, ami például itt van, az megmaradt ugyanabban az állapotában, ahogy a 70-es években volt, és azóta csak különböző festékrétegek kerültek rá. Úgyhogy én kifejezetten érdekesnek tartottam, hogy ezeket a festékrétegeket így visszafejtsem, és akkor megnézzük, hogy milyen alatta mondjuk a padló, vagy mondjuk hogyan tudunk ide hazudni egy ilyen kiállító teret. És ezek a szempontok, akkor kifejezetten az volt számomra fontos, hogy én akkor másodéves voltam, és úgy van, hogy van egy ilyen egyetemi szabályzat, amit még azt hiszem a Károly Zsigmond tanszékvezető, mikor ő volt a tanszékvezető, akkor hoztak létre. Ez az volt, hogy úgy osztják be ide például a hallgatókat ebbe a műterembe, a 213-asban, hogy négyzetméterre ki van számolva egy hallgatónak 4 négyzetméter, és ez az, ami ugye elegendő papíron arra, hogy mi tudunk működni. De ugye egy művészeti munka és egy művészeti tevékenység nem feltétlenül így működik, szóval vannak itt nagyobb képek, vannak kisebbek, vannak diplomázók, ők nekik sokkal fontosabb az, hogy többet bent legyenek, mint annak mondjuk, aki másodéves, mint ahogy én is itt voltam 2 évvel ezelőtt. És ugye Böhringer is azt mondja, hogy ez az ilyen helyhiány, az ilyen szimbolikus, mert mindent elipakolunk lomokkal, és hogy ebből a pozícióból mondjuk én mit tudok kezdeni, és akkor évvégén csak ennyit tudtam kiállítani, hogy én mindig vágytam arra, hogy egy ilyen tiszta műterembe dolgozzak, akkor ez a négyzet, ez az 1 négyzetméter tiszta volt, 2 év alatt ennyire visszavette a festőszak, úgyhogy kiborult a festék és minden. És igazából ez az, amit most a Ludwig pályázatra is láttam, de teljesen más kontextusba került, úgy gondolom, hogy ott inkább jobban a képről szólt, mert itt is az, hogy van ennek az felcsiszolt 1 négyzetméternek kerete, úgy, és ha ez mondjuk tiszta, akkor így a környezet is fontossá válik.